Fennállása 45. évfordulóját ünnepelte a Padragi Bányász Férfi Kórus szombaton a Nagy László Szabadidőközpontban. A különleges eseményre sokan voltak kíváncsiak. A ma már gálakórus minősítéssel rendelkező művészeti csoportdalai hibátlanul szóltak, a tagok egyenruhában fegyelmezetten álltak a színpadon. Ez az, amit mindenki élvezhetett, aki velük együtt ünnepelt. Egy kórushoz tartozni ennél jóval többet jelent. Barátságokat, közönségélményt, életcélt, kiteljesedést a művészet világában, utazásokat. Mint Vági Károly, a Padragi Bányász Férfi Kórus Egyesület elnöke megfogalmazta, azáltal, hogy dalaikon keresztül élményt adnak a közönségnek, ők maguk is kiteljesednek lelkileg. Ugye maga a kórus 1973-ban indult, nagyon sokáig szinte csak a Padragi Bánya dolgozói énekeltek benne, majd később megjelentek más szakmák is, és mai napig is úgy van, hogy vannak, akik még a régi bányász szakemberek a kórusban, de már nagyon sok más szakma is jelen van. Igaz, a kórusban énekelni alapba véve nem egy nagyon extra dolog, bár nagyon sok tanulmány bizonyítja azt, hogy aki kórusban énekel, annak jobb az egészségi állapota, mentálisan sokkal jobb állapotban van, mint a vele egy idős és hasonló karakterű emberek. Igazából én azt mondom, hogy a kórus éneklés azt adja az embernek, hogy egy csodálatos közösségben van bent, egymásra figyelő, egymás szerető, egymással őszinte és baráti közösségben, és mindig kitűz a kórus egy célt. Legyen ez egy új darab, egy új minősítés, egy verseny, egy fellépés, ez mindig frissen tartja az embert. Tehát mind fizikailag, mind szellemileg nagyon sokat ad. Schwarz Béla polgármester a város nevében köszöntötte a kórustagokat és a vendégeket. Ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy Ajka város kulturális életének egyik kiemelkedő szereplője a kórus, majd ismertette annak történetét. Ajkán a kórus életnek hosszú évtizedekre visszanyúló nemes és szép hagyományai vannak, melyek között fontos szerepet tölt be a most születésnapját ünneplő férfikar, mint városunk kiemelt művészeti együttese. A kórust 1973. október 10-én alapította meg Raymond György művelődési házigazgató és Magyar János gyógyszerész, aki a kórus első karnagya volt. A 7 fővel indult kórus első fellépése Padragon történt, majd a már 20 főre bővült együttes 1975-ben, annak áprilisában minősült először Balatonfüreden, ahol mindjárt bronz fokozat diplomával elismerést szerzett. Magyar János karnagy a kórus 12 évig dirigálta, majd őt dr. Lukács Andrásné követte, aki a 22 éves munkája alatt a kezdeti népdalokból, bányászdalokból és munkásmozgalmi dalokból álló repertoárt kibontakoztatta, és a kórust több szólamuságra és idegen nyelven való éneklésre oktatta. A közös munka eredménye számos elismerés, díj és fesztiválkórus minősítés lett. Az együttes munkájához 1996-ban csatlakozott Adorján Renáta, aki 2009-től Kanyárné Grünwald Petrával együtt látta el a karnagyi és zongora kísérői feladatokat. Ebben az időszakban is tovább bővült a kórus nagyszerű eredményeinek száma, nem csak hazai, hanem nemzetközi díjakkal is. 2015. novemberétől a kórus vezetését, mint egyedüli karnagy Kanyárné Grünwald Petra vette át. Az elmúlt évben a kórus gála kórus minősítést szerzett, részt vett a Mária Rádió kórus versenyein, ahol az utóbbi alkalommal mindkét kategóriában, amelyre elindult, arany minősítést szerzett. A kórushoz karnagyként 2009 őszén csatlakozott Kanyárné Grünwald Petra, aki évek óta egyedüli karnagya a csoportnak. Elmondta, hogy minden műfajban otthon vannak, komoly és könnyedebb műsorszámaik is vannak. Énekelnek bordalokat, egyházi és világi dalokat. Annyiban talán nehezebb, hogy nagyon
kevés a repertoár. Tehát ami ki van adva kottába, tehát mindig kották után, új darabok után kell bányászni szinte, hogy mit szeretnék velük megcsinálni. Persze vannak régebbi darabok, amiket felszoktunk újítani, de volt már olyan is, hogy jó magam írtam át darabot, hangszereltem meg, zongora kísérletet készítettem hozzá. Tehát ebbe azért a férfi kórusnak egy kicsit hátránya van, de hát a hangzás az ugye az teljesen más, és mindig mondják, hogy hát a férfi kórust hallani az mindig felemelő érzés a közönségnek. A legrégebbi aktív tag Kovács György, aki alakulása után egy évvel, 44 éve, 34 esztendős fiatalemberként csatlakozott a kórushoz. Ma nyugdíjasként is ugyanakkora örömmel jár hetente kétszer próbára fellépésre. A kórus tagjait, legyenek bármilyen életkorúak, képzettségűek, összehozza a zene szeretete. Ők nem csupán tagtársai, hanem barátai is egymásnak. Énekeltem általános iskolába is, középiskolába is, és valahogyan úgy éreztem, hogy az életemhez hozzátartozik a zene, és a zene szeretete. És ezt itt megtaláltam, meg a barátság. Az nagyon jó, hogy a közösségbe tud az ember járni, és barátokra áll az ember. Az ünnepi műsorban fellépett a nagymarosi férfi kórus, Farkas András ajkai kötődésű operaénekes, az Ajka Csingeri Borostyán férfi kar, valamint a pedagógus női kar.